90 éves Rudolf Schuster író, Szlovákia korábbi köztársasági elnöke január 4-én ünnepli születésnapját. A közmédia zenei és portréműsorokkal köszönti az írót, aki rajong a magyar nótáért. A közmédia csatornái műsoraikban felidézik az egykori szlovák államfői zenei és írói munkásságát. Zoltán is vendégünk folytatja. Köszönöm szépen, a Dankó Rádió csatorna igazgatója Eredics Gábor a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogyan elhangzott, január 4-én ünnepli 90. születésnapját Rudolf Schuster, Szlovákia második elnöke is. Ebből az alkalomból többféle műsorral is készül a közmédia. Miért tartották fontosnak, hogy megünnepeljék ezt a napot? Én azt hiszem, hogyha egy szlovák anyanyelvű, vagy hát, ha jó ég tudja pontosan, mert hisz Rudolf Schuster gyermekkorában magyarul és németül előbb tudott, mint szlovákul. Ő maga vallotta be, hogy neki meg kellett tanulni ahhoz szlovákul, hogy aztán az úti könyveket, amiben egyébként szintén nagyon aktív, mert nagy világutazó is, ő ezeket megírja. Tehát, hogyha valaki a magyar nótához ilyen közeli viszonyt tud ápolni, mert hisz ő nem csak a gyerekkorában ismerte meg ezeket a dallamokat, hát valószínű családi körből, hisz az édesanyja magyar. Édesanyja révén magyar. Igen, igen. De hát ott a papa is nagyon tudhatta a nótákat, és például a galamb szívet örököltem édesapámtól, ő maga úgy emlékezik erre, hogy azt édesapjától hallott ezt a dallamot. Tehát ez valami nagyon szép üzenetet hordoz, és szerintem erre szüksége van a világnak, hogy nagy szavakat használjak. Érdekes, hogy amikor a közvetlen identitásunkat éljük meg, akkor mintha annak az esetében a népdalanyag az úgy adekvátabb lenne. Tehát, hogy abban a tájegységben, amiben én megláttam a napvilágot, amiben fölnevelkedtem, ahhoz nyilván szorosan kötődök. Ugyanakkor pedig ez a városi műdal, a magyar nóta, hogy a népszerű elnevezését használjuk, ez alkalmas arra, hogy ezt az egész Kárpát-medencében jellemzően szerintem létező életérzést, ami nem nyelvfüggő, az alkalmas arra, hogy azt kiénekelje magából, ha valaki a szlovák kultúrához kötődik, ha a szerb kultúrához, ha a szlovénhez, bármelyikhez. A népek közötti barátság kimunkálásában van szerepe a közös dalanyagnak? Én azt hiszem, ez jelzi azt, hogy itt történelmi léptékben egyetértésre vagyunk ítélve, hogy úgy mondjam, és hát itt tulajdonképpen ez meg is kellett, hogy valósuljon sok esetben. Talán a nagy világpolitikai események, az a 20. század események egy kicsikét talán szomorúsággal tölthetnek el minket, hogy ebbe a régióba így belett építve sok minden, de ez a bizonyítéka annak, hogy Rudolf Schuster szereti a magyar nótákat is, hogy itt az együttműködésnek nem csak az egymásra utaltságnak, ugye, tehát egy élményanyagból létezünk, hanem az együttműködésnek is, a kölcsönös tiszteletnek, a megbecsülésnek, sőt messzebb megyek. A szeretetnek is megvannak a lehetőségei. Az Akácos út, úgy tudom, az egyik kedvence, legalábbis az egyik interjúból az derül ki, de vajon kiderül-e majd, hogy melyik a legkedveltebb magyar nótája? Hát a galambszívet örököltem az édesapámtól, az is a kedvenc dallamai között van az elnök úrnak, illetőleg az a szép. Ő azt sokszor énekli, tehát mondhatjuk azt, hogy egy pár évvel ezelőtti ünnepségen ő még teljesen aktívan énekelt, és hát nekünk volt egy olyan tervünk is, hogy most a Dankó Gála, amit a nézők is láthattak, többször is az MTV-vel műsorain, ami most december 21-én volt, szerettük volna meghívni, és akkor én fölhívtam elnök urat, és egy hosszú negyedórás beszélgetésbe, hogy ismét csúcsosodott ki ez a telefonhívás, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, végig magyarul, és elnök úr jelezte, hogy ő neki nagy vágya, hogy eljöjjön, de hát ő neki van egy lánya, aki orvos, és ő tudja megmondani, hogy alkalmas-e arra. Mondtam neki, hát hogy valakinek ilyen védő angyala van, akkor jó kezekben van, és hát nagyon örült ennek az egész beszélgetésnek. Én azt hiszem, azt fogjuk csinálni, hogy ugye a holnapi születésnapjára azért megküldjük annak a linkjét, a MediaClick linkjét, hogy ő, ha virtuálisan, de mégis utólag megnézhesse ezt a Dankó Gálát, mert bizonyára egy életre szóló élményt jelent számára is. Mire lesz alkalmas a hallgatók számára ez az ünnepi nap? Zenei és portré műsorokkal készülnek, hogyan állították össze a műsor tervet? Mi tudható majd meg Rudolf Schusterről?
Hát egy korábbi interjú részleteit is természetesen sugározzuk. Erdélyi Klaudia egyébként a Kadankó Rádió munkatársa, és felvidéki, ugye magyar jány, hát jó tud szlovákul. Egyébként ő is büszkén jelezte, hogy egy pár szó szlovák kapcsolatfelvétel vissza után azonnal magyarra váltott az elnök úr, és a teljes beszélgetés így zajlott. Ebből is adunk részleteket, és egy egész lemezt adott ki egy néhány évvel ezelőtt, magyar nótákból, örökzöldekből, operettekből, tehát tulajdonképpen a hungarikum műfajoknak egy szinte a teljes skáláját hordozza, és ezzel tudjuk megajándékozni a magyar hallgatóságot, hogy én azt hiszem, hogy ez büszkeséggel tölthet el mindannyiunkat, hogy a magyar nóta ilyen különleges lehetőségeket is rejt magába, hogy a megértést tudja szolgálni a közép-európai népek között. Említette, hogy a közelmúltban, csak nem egy hónappal ezelőtt beszélt elnök úrral, egy kedélyes hangulatú negyedórás beszélgetés zajlott. Szóba került az, hogy majd itt a 90. születésnapját megünnepli a közmédia? Mit szólt hozzá? Akkor ez így nem merült föl, de visszatérve erre a beszélgetésre, csak hogy ilyen kis családi dolgot is megpendítsek, nekem gyerekkoromból van egy emlékem egy nagybátyámról, aki egyébként szintén Szepes Remetei születésű, tehát ahol gyermekkorát töltötte az elnök úr meccenzévben, ott ugyanez a környezet vette körül, az ő nagybán Lipót bácsimat, és az volt az érzésem, hogy ez az életigenlő, vidám habitus, ez ugyanúgy, ahogy a Lipót bácsi esetében ez nekem feljött, amikor az elnök úrral beszélgettem, és azt hiszem, hogy azért lesz érdemes meghallgatni ezeket a bejátszásokat, nem csak akkor, amikor énekel nótát, hanem amikor az egész életprogramjáról is beszél, ami tényleg ezt fejezi ki, hogy egyetértés, megértés legyen a népek között. Érdemes őt meghallgatni, hogy egy magyar nyelven jól beszélő Szlovákia egykori államfője milyen gondolatok kapcsán őrzi például a magyar dalt is. Engedje meg, hogy egy másik témáról is kérdezzem, hiszen tavaly évvégén erre már utalt adott, tehát először elismeréseket a Magyar Zene Rádiója. Hagyományteremtő szándékkal hívták életre azt az eseményt. Miért tartották fontosnak, hogy ilyen keretben emlékezzenek meg a munkatársaikról például? Azt, hogy mi a Dankó Rádióban ezt a daluló kedvet fönn akarjuk tartani, ez nekünk fontos hivatásunk, és ezért az összes hungarikum műfaj, a magyar zenei műfajokat, ugye mi, hogy is mondjam, ezek a műfajok otthona a Dankó Rádió a közmédián belül. Ugyanakkor az, hogy ez a daluló kedv fönn maradhasson, akik az életüket szánták rá ezeknek a műfajoknak a fenntartásához, hogy az jelen tudjon lenni a kulturális életünkben mai nap is. Az ő elismerésük is nagyon fontos, hogy ráirányosuk a figyelmet, hogy ebben az aktivitás is, akik vállalták ennek az aktivitását, azoknak az elismerése is nagyon fontos, és nagyon örültünk, hogy 6 kategóriában tudtuk ezt elismerni, nagyon nagy sikerű rendezvény volt, és valóban hagyományteremtő szándékkal indítottuk el ezt, úgyhogy én azt hiszem, már most készülünk a jövő évire és az azt követő évekre, hisz ezekben a műfajokban olyan odaszánt életeket tudunk elismerni, amelyekről jó, hogyha az egész közvélemény tud. Eredics Gábor csatornaigazgató úrnak köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Én is köszönöm.